Köszöntöm a kedves nézőket, a Töretlenül Magyarok című magazinunk első adása nem véletlenül esik mára június 4-ére. Trianon napja mindig is fájó pont lesz minden magyar érzelmű ember szívében. Bár a határok elválasztanak bennünket egymástól, mi mégis egy nemzet vagyunk, éljenek honfitársaink bárhol a világban. Ez a magazin is arra hivatott létrejönni, hogy egy híd legyen köztünk magyarok között, hogy erősítse az összetartozást, az identitásunkat. Elsősorban a szomszédos országokban élő nemzettestvéreink állnak majd a középpontban. A magazinban górcső alá veszünk politikát, közéletet, kultúrát, gazdaságot vagy éppen tudományt. A témák között szerepelnének azok az események is, amelyek közvetlen vagy közvetett úton érintik a határainkon túlélő magyarokat. Bemutatjuk helyzetüket, de azokat a témákat is feldolgozzuk, ahol az itthoni döntések, események befolyásolhatják a külhoni magyarok életét. A mai adásban bemutatjuk Önöknek, hogy hogyan is zajlott Kecskeméten a mai trianoni megemlékezés, majd egy beszélgetést láthatnak, amelyben dr. Zakariás Zoltán, a romániai parlament egyik magyar képviselője szól az idén érvénybe lépő trianon törvényről. Végezetül a Kormorán együttes tagjai beszélnek Trianonról és az összetartozás fontosságáról. Bár a járványhelyzet miatt sokáig nem volt bizonyos, hogy meg lehet-e majd tartani június 4-ét, végül a kormány feloldotta a járványügyi intézkedéseket. Ennek köszönhetően tartották meg ma Kecskeméten az országzászló előtt a trianoni megemlékezést. 2010. június 4-én az országgyűlés elfogadta a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényt. Ekkor úgy döntöttünk, hogy a nemzeti történelmünk legsötétebb napja ne csak lesújtson, hanem erőt is adjon, egymáshoz is emeljen minket. Dr. Salasz László országgyűlési képviselő a Nemzeti Összetartozás napjának tiszteletére szervezett megemlékezésen ma délután kiemelte. Az 1920. június 4-én meghozott trianoni békediktátum 101. évfordulóján sem szabad elfelednünk, hogy a győztes hatalmak egész nemzeteket büntető döntései nem a szabadság, nem a béke, hanem újabb viszályok, diktatúrák és későbbi háborúk magvait vetették el. A képviselő hangsúlyozta, újjáépítünk egy olyan magyar államot, amely szolgálja és nem kiszolgáltatja a magyar nemzetet. Tartozunk ezzel az elégtétellel Trianon 20. századi veszteseinek, és tartozunk ezzel a reménnyel a 21. század új, magyar, győztes nemzedékeinek is. Nekünk magyaroknak, ahogy a múltban, úgy a jelenben is mindenért meg kell küzdenünk itt az anyaországban, de még inkább a határokon túl, tette hozzá dr. Salasz László. Az eseményen résztvevő előadók a hazáért életüket áldozó, határon túl rekedt magyarok előtt tisztelegtek. Ahogyan az a megemlékezésen is elhangzott, ők azok, akik sokszor identitásukért küzdve a legnagyobb áldozatot hozták. Ezért fontos, hogy a Nemzeti Összetartozás napjával és mindennapi cselekedeteinkkel kifejezzük a Kárpát-medence egységes nemzete a magyar, az ország határok ellenére is. Még hazánkban Trianonkor az összetartozás napján, ha magyarok megemlékezéseket szerveznek, addig a románok ünnepelnek június 4-én. Tavaly fogadták el ugyanis azt a Trianon törvényt, amely ünnepnappá nyilvánította Romániában a magyarok szétszakításának napját. Erről fogunk a következő percekben beszélgetni vendégemmel, aki itt is van velünk videokonferencián, videócseten keresztül Székelyudvarhelyről, dr. Zakariás Zoltán, a romániai parlament egyik magyar képviselője. Üdvözlöm! Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Egy kicsit menjünk vissza az időben, és nézzük meg azt a folyamatot, ameddig eljutott a parlamentbe ez a törvényjavaslat, egészen addig még elfogadták. Ugye Klaus Johannis először visszadobta ezt a javaslatot, de azt is tudjuk, hogy Románia elnöke ugye már többször adott tanúbizonyságot arról, hogy nem éppen magyar párti. Mennyire lehetett színjáték ez a részéről? Első látásra lehetne színjátéknak nevezni. Én inkább úgy látom, hogy ténylegesen tartalmi kifogásai lehettek, hiszen maga a törvény megfogalmazása eléggé általános. Tehát, hogyha elemezzük, gyakorlatilag három cikkelyt tartalmaz a törvény. Az első cikkelyben
lerögzíti, hogy június 4-e a trianoni szerződés napjává nyilvánítódik, és utána gyakorlatilag azt fogalmazza meg, hogy a központi és helyi hatóságok különböző rendezvényeket szervezhetnek, és ezeket a rendezvényeket anyagilag és logisztikailag támogathatják. Ez a megfogalmazás nagyon általános, tehát pontosan ezt kifogásolta az államelnök, hogy gyakorlatilag semmilyen kötelezően és pontosan körülírt feladatkört, vagy bármilyen rendelkezést nem fogalmaz meg ez a törvény, így igazából nem is egy törvény, hanem egy politikai nyilatkozat. Tehát ez volt a fő kifogás az államelnöknek. A hatóságok azok mindenféle utólagos számon kérhetőség nélkül közpénzt áldozhatnak, illetve saját struktúráikon keresztül logisztikailag támogathatnak bizonyos rendezvényeket, amiket nem feltétlenül ők szerveznek, tehát lehet, hogy valamilyen civil szervezet, vagy valamilyen nem kormányzati szerv szervezi, viszont ők támogathatják. És ilyen formán ez a lehetőség megvan adva. Két, hogy mondjam, kötelezőnek mondható rendelkezés van a törvényben. Az egyik az, hogy ezen a napon a román állami zászlót azt a hatóságok azok ki kell tűzzék mindenféle intézményre és az egész települése, mint ahogy az állami ünnepeken lenni szokott. Illetve a román köztévé és közrádió köteles bizonyos tartalmi adásokat, illetve tudósításokat azon a napon programrácsába betenni, amelyek ezekről a rendezvényekről szólnak. Tudatos lehet az a román vezetés részéről, hogy kvázi adtak egy kiskaput az erdélyi magyarságnak, hogy most már legálisan is megtarthatják június 4-ét? Valahogy úgy fogalmazták meg szerintem ezt a törvényt, hogy ne lehessen ebből akár társadalmi, akár államközi, vagy bármilyen konfliktust generálni. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy van egy tudatosság, és ez abból is látszik, hogy az egyik cikkelyben, azt hiszem a közrádióra és köztévére vonatkozó cikkelyben, az eredeti megfogalmazásban az ünnep, vagy ünnepnap szó szerepel, amit a szakbizottságban átváltoztattak simán ez a nap. Tehát kiszedték még az egyetlen utalást is arra, hogy ez ünnepnap legyen egyértelmű. De idén mégis ünnepelnek a románok. Mit jelenthet az az Erdélyben élő több mint másfél millió magyar számára, hogy egyáltalán elfogadták ezt a törvényjavaslatot? Hát a magyarok számára egyértelműen nem egy pozitív kihatású törvény, tekintve, hogy egy olyan eseményre emlékezteti őket, amikor a román hatóságok több mint valószínűleg, hogy valamilyen ünnepelési formát fognak adni, tehát nem egy olyan, ami pozitívan hatna. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy az erdélyi magyar közvéleménybe eléggé beívódott a trianoni békediktátumnak a ténye, a jelentősége, és az elmúlt években a Nemzeti Összetartozás napjává való nyilvánítás által úgy gondolom, hogy ez az általános hozzáállás, ez nem gyengül, vagy nem tud gyengülni azáltal, hogy most a román hatóságok esetleg valamilyen megemlékezéseket tartanak. Egyértelmű, hogy most június 4-e ez az első, amikor ez a törvény érvényben van, és élhetnek a hatóságok a törvény adta jogokkal, viszont elsősorban nem is tudjuk, hogy nap végén fogjuk tudni, hogy
milyen megemlékezések, milyen kiterjedésű, hány megemlékezés, milyen típusú rendezvények lesznek szervezve. Hát akkor várjuk a tapasztalatokat. Önnek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, vigyázzon magára. Köszönöm szépen én is a viszontlátásra. Aki el szeretne menni hazúról, az maradjon otthon. Aki már elment, az jöjjön haza. Ezt az üzenetet fogalmazta meg a fiataloknak a vajdasági Fehér Nóra, a Kormorán együttes énekese. A zenekar májusban járt Kecskeméten, akkor rögzítettek egy nagy koncertet, amit mától lehet elérni a YouTube-on. A Kormoránnak több tagja is határon túli születésű, velük Trianonról és az összetartozás fontosságáról beszélgettünk. A mai magyar együtteseknek óriási feladatuk van abban, hogy a magyarságot összefogják. A zenekarok erősíteni tudják a magyar identitástudatot. Tudnak a szeretet nyelvén beszélni, a szívekig hatolni zenéjükkel. A Kossuth Díjas magyar zenész, zeneszerző, dalszövegíró, a Kormorán együttes alapítója, Koltai Gergely azt mondta, az összetartozás minden magyarnak fontos kellene, hogy legyen. A család, a nemzet, a haza egy olyan fontos hármas, amire építeni lehet egy nemzetet. Amikor Erdélyben, vagy Kárpátalján, vagy Felvidéken, akár Délvidéken muzsikálunk, akkor azt veszem észre, hogy az ottani barátaink, testvéreink, azoknak ez olyan, mint egy injekció, energiát ad nekik, és egy boldogságot ad, és megmondom őszintén, még azt is merem mondani, hogy jobban értik azokat a szavakat, azokat a gondolatokat, amiket mi próbálunk közvetíteni. A kultúra az a legnagyobb fegyver a kezünkben. A kultúra az köt össze minket. A kultúra és a nyelvünk. Ha ezt a nyelvet elfelejtjük, ha ezt a nyelvet elfelejtik a gyerekeink, és nem így beszélnek, akkor tényleg elveszik a magyarság. A Kormorán együttesnek több tagja is határokon túli. A felvidéki Vadkerti Imre, a Kormorán együttes énekese azt mondta, nem szabad veszni hagyni őseink hagyatékát, büszkék kell legyünk arra, hogy magyarok vagyunk. Én vallom mindig azt, hogy ez bárhogy is alakult, és akárhogyan is van, ez egyben van ez az egész. Hiszen a magyar ember az határon túl is magyar ember. Szóval teljes mértékben egybe kovácsolja az egész nemzetet ez az összetartozás. Hiszen magyarul beszélünk, magyarul álmodunk. Magyarnak megmaradni azonban nem könnyű feladat. A hatalmon lévő szlovák kormány és még jó pár politikai párt azon munkálkodik, hogy eltiporja a felvidéken élő magyarokat, megsemmisítse identitásukat. Sosem állt a magyarság pártján a politika, ezt kimondhatom bátran. Hát vannak nagyon jó magyar politikusaink, felvidéki magyar politikusaink, akik küzdenek foggal körömmel. Vannak olyanok is, akik nem, akik ellene is, akár, hogyha kell, akkor ellene, de hát most már morzsolódnak le, hála jó Istennek, úgyhogy most már maradnak azért azok, akik mindent megtesznek azért, hogy lehessünk, létezhessünk, hogy ez ott odahaza rendben legyen, iskolák legyenek, jogaink legyenek, azért mindig küzdünk. És hát én is viszem a magyar dalokat, viszem a népdalokat, meg mindenféle olyat, ami ad egy kis dózist a felvidéki magyarságnak. Az üzenet mindenképp az, hogy ne hanyagoljuk el, és ne hagyjuk veszni, amit az őseink ránk hagytak, ugye, akár a népzenébe, akár az irodalomba. És hát méltán legyenek büszkék a fiatalok arra, hogy magyarnak születtek, hiszen ha megnézzük a magyar történelmet, vagy akár a történelmet, milyen csodás hadvezérek, milyen uralkodóink voltak, vagy akár hogyha megnézzük a sportolóinkat, Puskás, de csak egy név a sok közül, ugye, hogy világhírű, akkor a feltalálók, a tudósok. Szóval ez nem csak a zenéről szól, hanem összetettségében, összetetten abban, hogy mekkorák vagyunk magyarok, és mit adtunk a világnak. Valamikor ez fizikálisan egybe volt, mert lelkileg egybe van, azt, ahogy előbb mondtam, ugye, hogy ez teljes mértékben biztos vagyok abban, hogy a székely ember innét 600-700 kilométerre pont olyan magyarnak érzi magát, mint egy budapesti, vagy egy felvidéki, vagy egy kassa melléki, ugye, vagy egy vajdasági, vagy egy kárpátaljai, ugyanazt érzi.
Magyar az magyar. Nincs olyan, hogy én felvidéki, jó, nyilván megnevezésileg felvidéken születtem, de nincs. Magyar, nincs más. Fehér Nóra, a Kormorán énekese azt mondta, a határon túliak számára nagyon fontos dátum június 4-e. Ő vajdasági színésznő, akit gyermekkora óta úgy neveltek, hogy a család, a hit, a gyökerek és a kultúra határoz meg bennünket. A férjemmel, aki egyébként szintén székely származású, mi most hazaköltöztünk Vajdaságba, és azt gondoljuk, mert sokan kérdezték, hogy miért megyünk haza, hiszen nincs ott semmi, nem lehet ott semmit se csinálni, viszont egy picit talán már kívülállóként azt látjuk, hogy de igenis van potenciál, nagyon is a fiatalok között is, rengeteg az értelmiségi, akikkel ha összefoghatnánk, akkor nagyon-nagyon sok szép dolgot tudnánk véghez vinni újra a Vajdaságban, és úgyhogy én talán arra szeretném kérni őket, hogy egy kicsit bírják még ki otthon, és ne menjenek el, vagy akik elmennek, vagy elmentek, azok jöjjenek vissza. A gyökér egyik fele úgymond lelet, vagy egyik sok-sok része a gyökérnek lelet vágva, azzal egy picit azt érezhetnénk, hogy elveszettek vagyunk, de talán azok az összefogások, amik azért történnek akár Székelyföldön, vagy akár a Párciumban, vagy Vajdaságban, vagy Felvidéken, azok segítenek bennünket abban, hogy meg tudjunk maradni. A megmaradás nem egyszerű. De bárhogy is igyekeznek idegen hatalmak bomlasztani az összmagyarságot, nemzetünk élni fog addig, míg a nap végleg le nem nyugszik. Kedves nézőink, ez volt a Töretlenül Magyarok első adása. Új műsorra legközelebb 2 hét múlva, június 18-án várom majd Önöket. Viszontlátásra!